A Tamási temető nincs jó műszaki állapotban. A lehetőségeihez képest a város önkormányzata gondozta az eddig egyházi tulajdonban lévő sírkertet. A képviselőtestület úgy döntött, ajánlattal fordul a pécsi püspökséghez, jelezve tulajdonba vételi szándékát. A megkeresésre pozitív válasz érkezett. Most már több mint egy évtizede a város cégei üzemeltetik egy külön megállapodás alapján a temetőt. Több alkalommal tárgyaltunk a helyi egyházközséggel és a pécsi püspökséggel is arról, hogy hosszú távon is szeretnénk, hogyha a temető nem csak üzemeltetés szintjén, hanem tulajdon szintjén is az önkormányzat kezébe kerülne. A döntés hátterében az áll, hogy Tamási város önkormányzatának lenne lehetősége pályázatokat benyújtani a fejlesztési költségek finanszírozására. A temetőben a járófelületek, járdák nagyon rossz állapotban vannak. A ravatalozó az önkormányzati tulajdon, de egy úszótelekként a temető területén található, de bővíteni, fejleszteni nem tudjuk anélkül, vagy nehezen tudjuk anélkül, hogy az nem a mi tulajdonunkban, nem a városi önkormányzat tulajdonában van. A tulajdonváltás nem érinti azokat a szolgáltatásokat, melyeket eddig is igénybe vehettek a lakosok, mondta Porka Ferenc polgármester. Az még nem ismert, milyen pályázati alapok teremtenek majd lehetőséget a munkálatokhoz, de Porka Ferenc azt mondta, minden szükséges lépést megtesznek a fejlesztés érdekében.